Tudják, ha van védettségi igazolványuk, akkor maszk nélkül jöhetnek be a közművelődési intézményekbe, maszk nélkül jöhetnek be a színházakba. Nekem van. Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár videókapcsolaton keresztül szólt az egybegyűltekhez, örömét fejezte ki, hogy a múzeumok, a könyvtárak, a kulturális intézmények egyszerre nyitottak országszerte a múlt hétvégén. Mészáros Szilárd, a Nyíregyházi Váci Mihály kulturális központ igazgatója azt mondta, nagyon várták már a nyitást. Nagyon vártuk már, ez egy szimbolikus jelentőségű nyitás, ugyanis ugye az országban 14 agórában pontosan egyszerre, ma szombaton 10 órakor nyitunk kapukat, várjuk a látogatókat. Egyébként ténylegesen ez már korábban megtörtént, körülbelül 2 hete kinyitottuk mi is a kapukat, illetve, mint említettem, a Kródi Gyula Artmoz is látogatható, már vannak vetítések, sőt, jövő hétfőn 17-én már egy nagyon nagyszerű filmklubos vetítéssel várjuk a kedves mozirajongók. Tehát óvatosan, lassan haladva előre készülünk, és nagyon vártuk minden egyes munkatársammal, hogy ezt megtörténjen ez a nyitás, nagyon készültünk. Június 18-án Acél Magnóliák című darabot mutatják be a Váci Mihály Kulturális Központban. Egész júniusban nagyszabású rendezvényekkel, koncertekkel, filmekkel és színházi előadásokkal várják a látogatókat. A kulturális élet színes, izgalmas időszakot ígér az elkövetkezendő hónapokban. Az egyéves bezárás azt gondolom, hogy megviselt minden magyar embert, aki dolgozott mondjuk itt a kulturális intézmény keretein belül, itt a Váci Mihály Művelődési Központban, ugye nem lehetett semmit sem tartani, nem lehetett közművelődési rendezvényeket tartani, be voltak zárva. Azt gondolom, hogy ennek az a nagy értelme, hogy megmutassa itt a Magyarországnak, a magyaroknak, a megyének, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, Nyíregyházának is, hogy újra lehet jönni, nyilván nagyon szigorú keretek között is a szabályok maximális és betartásával, de azt gondolom, hogy ez egy pici lépés, hogy az emberiségnek, meg nekünk itt magyaroknak és nyíregyháziaknak, hogy újra felvegyük azt az életritmust, ami 2020 előtt jellemezte a mi kis világunkat. Én nagyon remélem, hogy az emberek nyitottak lesznek majd azokra a programokra, amelyek itt megvalósulnak, úgyhogy azt gondolom, hogy jön a nyár, és ha a vírus vissza is szorul, akkor nagy élet lesz újra a Váci Mihály Művelődési Központban és az összes tagintézményében. Rendkívül fontos közösségi élmény és kulturális tevékenység zajlik folyamatosan a közművelődési intézményekben. A Szabolcsi Koncert Fúvós Zenekar, a Nyíregyházi Táncklub és az Igrice Néptánc Együttes bemutatóját is élvezhették a jelenlevők szombaton.